Az utolsó elemeket szerelik a villanyvezetékekre a kelet-szlovákiai energetikai szolgáltató vállalat munkatársai, hogy csökkentsék a ragadozó, illetve a nagytestű madarak vezetékekbe való ütközését. Csak Kelet-Szlovákiában mintegy 4100 visszaverő, illetve világító szenzorral ellátott műanyag elemet helyeztek el az elmúlt 5 évben. Többféleképpen szerelhetők fel ezek a speciális elterelő elemek. Ez a tereptől és a vezetékek megközelíthetőségétől függ. Funkciójuk az, hogy a madarak időben észrevegyék őket, és ennek következtében megváltoztassák a repülési irányukat, és ne ütközzenek az elektromos vezetékekkel, mondja a kommunikációs részleg munkatársa. A légmozgás hatására libegő szenzorok szereléséhez drónokat és szakemberek által irányított robotot használnak. 62 helyen installálták a 22 és 110 kV-os villanydrótokra a speciális elemeket. A vezetékek elsősorban alkonyatkor és pirkadatkor, a madarak által legkedveltebb vándorlás idején jelentenek veszélyt, főleg a nagysúlyú vízi madarakra, mint a fehér hattyú, a szürkegén vagy a bakcsó. A vezetékbe való ütközés végzetes lehet a madarak számára. Már a viszonylag gyorsan, több 10 km per órás gyorsasággal repülnek, ezért ütközéskor a vezetékek leszakíthatják a madár fejét, a testét, lehet olyan is a baleset, hogy csak megbénítja és lezuhan a vezetékek alá, és idővel magához tér, de az esetek többségében halálos, mondja a szakember. Kelet-Szlovákiában 5 madárvédelmi övezetben valósult meg a beruházás. A gömörtornai karszt, a kassai katlan, a szennai tavak, a bodrok közterületén és környékén, valamint az Ondava folyó mentén. 2500 kilométernyi elektromos vezetéket térképeztünk fel, és a leleteink alapján összesen 34 kilométeres szakaszt jelöltünk ki, melyre ráerősítettük ezeket az elemeket. Ezután megfigyeltük a már felszerelt szakaszokat. Egy éven keresztül vizsgáltuk a beruházás sikerességét, hogyan reagálnak a madarak, milyen gyorsan veszik észre a vezetékeket, és ezt hasonlítottuk össze azzal az időszakkal, amikor még nem voltak felszerelve az elemek. A reakcióidő evidens, hogy jobb volt. Ez egy bevált módszer, nagyon jók az eredmények, feltételezzük, hogy ezzel az installációval évente több száz madarat menthetünk meg, mondja a kelet-szlovákiai beruházást koordináló zoológus. A Környezetvédelmi Minisztérium Life Energia néven meghirdetett az Európai Unió által támogatott projekthez a kelet-szlovákiai energetikai szolgáltató vállalat 300 ezer euróval járult hozzá. A beruházás eszmei értéke mintegy 700 ezer euró.